Régóta bebizonyították Linus Carl Pauling, aki Szent Györgyének jó barátja volt, és kétszeres Nobel-díjas tudós, végzett nagyon komoly számításokat, és ő bebizonyította, hogy az ismétlődő náthás, meghűléses és egyéb betegségek általában véve az immunrendszernek a leépülése és a fogékonyság a fertőző betegségekre az egyértelműen és egyenesen arányosan összefügg a elfogyasztott C-vitamin mennyiségével, és Pauling végzett olyan számításokat, hogyha az amerikai lakosságot ellátnák megfelelő mennyiségű C-vitaminnal, akkor csak kizárólag a szezonális nátha, influenza költségeit, ugye az abból a megbetegedésekből fakadó, a társadalmat megterhelő költségeket körülbelül 2-3%-ára vissza lehetne szorítani. Ez az egyik. Egy másik, a C-vitamin általánosan felel azért, hogy a szervezet ne öregedjen el. És ugye kiterjesztem ezt a gondolatot, mert ugye nem csak a C-vitaminról akarunk beszélni, hanem általában a vitaminokról, amelyek olyan anyagok, amiket el kell fogyasztanunk, mert a szervezetünk nem képes előállítani. Sokféle vitamin van, A-vitamin, B1, B2, B3, B5, B12 és még mindenféle egyéb B-vitamin, aminek nem táma, például folsav, biotin, inositol, PABA, nagyon sokféle vitamin van. Ezeknek összefoglalóan a feladata az, hogy a szervezetben azt a nagyon sokféle, több százféle biokémiai folyamatot, amely a szervezet élő működését képezi, és az egésznek egy egészséges rendszert teremt, ezt a rengetegféle működést a vitaminok összehangolják. Azt lehetne mondani, hogy ők a szervezetben zajló életfolyamatok karmesterei, irányítói, vagy a poszton lévő rendőrök, akik irányítják a forgalmat, hogy ne keletkezzen zűrzavar, ne jöjjön létre torlódás. Tehát nagyon fontos szervező funkciójuk van. Összefoglalóan azt lehet mondani, hogy a harmónia, az egyensúly, az összhang megteremtésében van nélkülözhetetlen feladatuk. És ha leegyszerűsítem a kérdést, akkor ugye kutatják azt, hogy az ember miért öregszik körülbelül kétszer olyan gyorsan, mint amire a biológiai programja, a genetikai programja alapján képes lenne. Ez egy fontos információ. Az ember körülbelül kétszer olyan gyorsan öregszik, mint amit a genetikai programja lehetővé tenne. Tehát nagyjából fele annyi ideig él. De úgy tűnik, hogy a vitaminoknak pontosan az összhang, a harmónia, az egyensúly megteremtésében betöltött szerepük miatt, ha hiányoznak, a szervezetben sok-sok apró zűrzavar, torlódás, probléma, el nem végzett feladat jön létre. És úgy tűnik, hogy a kétszeres tempójú öregedésben kiemelkedően fontos szerepet játszik a vitaminok és az ásványanyagok megfelelő mennyiségének a hiánya.